Megváltozott ellátási igényű páciensek kezelésére alkalmas új fogászati kezelőt adtak át a fogászati és szájsebészeti klinikán. A 30 négyzetméteres kiemelt felszereltségű rendelő a fiatalkor miatt nehezen kezelhető 2-3 éves korú, illetve mentálisan sérült gyermekek és felnőtt betegek fogászati ellátását biztosítja. A régióban és sokszor a régión túlról érkező gyermekpácienseink ellátása valóban eddig nagy nehézségek mentén működött, ezért alapvetően az ő ellátásuk az elsődleges célunk. Ugyanakkor remélhető, hogy korábbi tapasztalataink mentén a most éppen várakozó páciensek számát végig gondolva egy idő után napi szinten tudjuk ezt az ellátást biztosítani, és akkor hozzáférhetővé tudjuk tenni azok számára is, akik felnőttként is rettegnek a fogorvostól, vagy pánikbetegségben szenvednek, vagy esetlegesen csak szeretnének nem emlékezni arra, hogy mi történt a fogászati kezelés során. A fogászati kezelő az ellátás mellett hamarosan az oktatás szolgálatába áll. Ebben a rendelőben a továbbfejlesztésnek az útja, az a hallgatóknak az ezirányú képzése, ami most itt meg tud valósulni. Tehát nem csak mi végezzük el ezeket a kezeléseket, hanem mint oktatóintézmény a hallgatókat bevonjuk ebbe, és úgy bocsátjuk őket útjukra, hogy esetleg végzés után ők is képet kapnak erről, vagy esetleg dolgozni is tudnak ebben a facilitásban. Az új rendelő kiépítése 40 millió forintos állami támogatásból valósult meg, így készülhetett el a helyiség, ami két fogászati egységkészülék telepítését, a gépek installációját, altatógépet és egyéb kézi műszerek beszerzését tette lehetővé. Az első beavatkozásokat februárban végzik majd a pécsi szakemberek. A központ várható évi 40 millió forint OEP által biztosított támogatást kap a páciensek ellátására.